Belgium. Államformája: alkotmányos monarchia. Az államfeje a király. A kormányt a miniszterelnök vezeti. A 185 fős szenátus mellett a 212 fős képviselőház működik. A helyi közösségnek nagyfokú önállósága van. Népessége 10 millió, fővárosa Brüsszel 1,5 millió lakossal. A belga alkotmány három nyelvet ismer el hivatalosként: a franciát, a flamandot és a németet. A társadalmi kapcsolatokra a flamand és a vallon történelmi örökség hatással van. A hivatalos kapcsolatokat a francia kultúra hatása jellemzi. A külföldiekkel szemben kissé visszafogottak, de könnyebb velük személyes kapcsolatot kialakítani, mint általában Európa e tájékán. Általában kedvelik a szerénységet. A társasági életben is a francia szokások alkalmazása a jellemző. Ez az öltözködésre is vonatkozik, bár hatása van a német és a holland értékrendnek is. A társadalom alapja a szűk család, a barátság errefelé igen fontos érték. A baráti találkozáson az arc elé három poszi jár. Mindenkivel, aki a helyiségben tartózkodik, kezet fognak. Német vagy flamand anyanyelvű partnert angolul szólítsunk meg: Mr., Mrs., Miss. Míg a franciát anyanyelvén Monsieur, Madame. Az üzleti életben a pontosságot elvárják. Szeretik előre tervezni a programjaikat. Az üzleti élet hierarchiája fontos. Az idősebb menedzserek később érkeznek munkahelyükre, és ezt nem illik felborítani. Az irodák esetében mindig csukott ajtókat találunk. A magánszféra itt is szent. A tények tisztelete fontos, de a döntésekben megjelenik a humánum is. A kölcsönös bizalom fontos a számukra. Névjegykártya egyik fele angol, a másik francia vagy flamand. Cseréjük általános szokás. Üzleti tárgyaláson a személyes témákat kerüljük. Anyagi helyzetéről, képességeiről nyilatkozzon szerényen. Keresztnevén csak a jó barátok szólítják egymást. Nagyon büszkék a konyhájukra. Étkezés terén ínyencek, keveset és változatosan fogyasszanak. Különlegességeik a kajlófélék, a csokoládé, a franciás sütik. Ezeket szerintük ők találták fel. Kevés kenyeret fogyasztanak, nagyon vékony szeletekre vágva. Az étkezési kultúra magas szintű. Még a közepes éttermekben is jellemzően nagy hangsúlyt helyeznek a szakszerű felszolgálásra, az asztal és a teríték tisztaságára, a felszolgálás udvariasságára. Este esznek komplett menüt. Elvárják a dicséretet. A belgák takarékos emberek. Ha megkínálják, lehetőség szerint fogyasszon el mindent. Nagy megtiszteltetés, ha a saját otthonukba invitálnak bennünket. A bort tisztán isszák, ásványvizet csak külön kérésre szolgálnak fel. 33 féle kiváló sörük van. Pohárköszöntőnél előbb megemelik a poharat, és beszéd alatt úgy tartják. A beszéd végén még egyszer megemelik. A pohárköszöntő előtt nem illik inni. Az ajándékozás nem fontos része az üzleti életnek. Az ajándékhoz, ha a kapcsolat megengedi, ne mellékeljen névjegykártyát, és az ajándékon ne legyen cégének logója. Háziasszonynak szánt ajándék lehet csokoládéféleség és virág, de ne krizanténféleség. Az összes világvallás megtalálható, de többségük római katolikus. Kerüljük az erős gesztikulációt. Ujjal pattintani, mutogatni illetlen és közönséges szerintük. Zsebredugott kézzel kommunikálni súlyos sértés. Nem használnak fogpiszkálót társaságban. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt a hanganyagot. Reméljük, hasznosnak találtad. És visszavárunk csatornánkon hetente készülő újabb hanganyagokkal.